Madame Kristina Morvai. Köszönöm szépen. A környezeti felelősségről szóló irányelv mögött húzódó alapelv úgy szól, hogy a szennyező fizet. A gyakorlatban viszont mégis egy másik alapelvet vélünk látni sokan, ez pedig az, hogy a hatalmas profitokat privatizálni, a környezetszennyezéssel okozott kárt pedig a társadalomra, a lakosságra hárítani. Ezt láttuk például az egyik legnagyobb környezeti katasztrófa során, ami Európa újkori történelmében megesett, ugye Magyarországon a vörösiszap katasztrófa volt ez. Gratulálok a jelentéshez, illetve a véleményhez magyar képviselőtársamnak, Jávor Benedeknek, aki közismerten elkötelezett a környezetvédelem ügye mellett, és jó szakember is. Ezért is merem megkérdezni tőle, hogy ismerve a konkrét vörösiszap katasztrófa ügyét, mennyiben találta úgy, hogy a környezeti felelősségről szóló EU-s irányelv alkalmazható volt, illetve mennyiben befolyásolta ezt a jelentést a vörösiszap katasztrófa tanulsága. Erős a gyanúm, hogy például a 30-as és a 31-es pontot igenis hát befolyásolta, motiválta mindaz a hiányosság, amit tapasztaltunk az EU joggal összefüggésben a vörösiszap katasztrófával kapcsolódó felelősségi kérdésekben. Köszönöm szépen! Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm minden kollégának, akik hozzászóltak, Jávor úrnak is. Megköszönöm a kiváló együttműködést, az árnyékelőadóknak is köszönetet mondok. A javaslataikkal, az észrevételeikkel sokat javítottak a végső szövegen, amelyről majd ma szavazunk. Azt kívánom, hogy a plenáris ülésen ugyanolyan konszenzus látszódjon, mint amelyet sikerült elérni a Juri Bizottságban. Úgy tűnik számomra, hogy a főpontokon egyetértünk így a mai vita alapján. Ez az irányelv, ami véleményünk szerint mindenképpen jobban kell, hogy végrehajtásra kerüljön a tagállamokban, mert ma nem ideális a helyzet, a megelőzés, illetve a károk helyreállítása egyelőre problémás a tagállamok legnagyobb részében, és ezért szükséges, hogy az EU valamennyi tagállama újabb eszközöket kapjon, alkalmazzon olyanokat, mint amelyekre erre a jelentésben javaslatot tettünk. Például legyen kötelező nyilvántartás, és így lehessen folyamatosan nyomon követni a környezeti károkat. Amikor a környezeti károkról beszélünk, az állampolgárok egészségének a védelméről, akkor ez nagyon fontos. Tehát, hogyha valamilyen környezeti kár bekövetkezik, akkor nagyon fontos értesíteni mindenkit erről. A helyreállítás sajnos soha nem lesz arra képes, hogy teljesen megszüntesse az okozott károkat a környezetben, illetve az emberek egészségében. És az is nagyon fontos, hogy legyen egy európai alap, európai szinten világos, hogy különböző helyzeteket látunk, a hulladék is szállítják az egyik helyről a másikra. Ezért is fontos, hogy európai szinten legyen ez a kollektív védelem, és ne pedig nemzeti szinten. Egészen máig sajnos ezek az elemek hiányoznak, de még a kötelező pénzügyi biztosítékok is hiányoznak, amelyekkel az ilyen társaságoknak rendelkeznie kellene, akik ugye veszélyes tevékenységet folytatnak. És gyakran előfordul, hogy csődbe mennek az érintett társaságok, és a végén megint csak az adófizető pénzéből történik a kár helyreállítása, mert a felelős képtelen ezt megtenni. Azt kívánom, hogy az Európai Bizottság figyelembe tudja venni ezt a jelentést és a benne írottakat, és valóban javítani tudja az irányelv végrehajtását a környezet érdekében és az állampolgárok egészségének az érdekében.